Célszerű ellenőriztetni az akkumulátort, a gumiabroncsokat, a világító berendezéseket és a fékeket. A nyári ablakmosó folyadékot télire kell cserélni, és lassan bekészíteni az autóba jégoldószprét, jégkaparót, páramentesítőt, hiszen nem csak a hőmérséklet változik, hanem egyre több, különböző formában érkező csapadékra is számítanunk kell. Veszélyt jelent a közlekedőkre a fákról lehulló nedves levéltömeg, melytől az úttest csúszósá válhat. Hasonló a mezőgazdasági gépek által felhordott sár hatása is. Ilyenkor csökken a gumiabroncs tapadása és megnő a féktávolság. Nedves, esős időben soha ne úgy közlekedjünk, ahogyan nyáron megszoktuk, és mindig tartsunk nagyobb követési távolságot, sebességünket csökkentve. Fontos, hogy ne csak sötétben, hanem már korlátozott látási viszonyok mellett is láthatósági mellényben közlekedjenek az úttesten a gyalogosok és a kerékpárosok. Elindulás előtt az autóban ülő összes személy csatolja be a biztonságjövet, és a gyerekeket se felejtsük el gyermekbiztonsági rendszerben rögzíteni. Alattomos őszi időjárási specialitás a köd. Ködös időben a baleseteket leginkább a világító berendezések használatával tudjuk megelőzni. Előfordulhat az is, hogy ilyenkor csak lépésben tudunk közlekedni. Ebben az esetben nehéz megőrizni türelmünket, azonban mérlegelni kell, mi okoz nagyobb bosszúságot, néhány perc késés, avagy hosszú idő a kórházban. A rendőrség kéri, hogy mindenki szálljon időt a nyugodt elindulásra, és készüljön fel a megváltozott látási körülményekre és útviszonyokra.